A gombaszögi folkszöglet elsősorban a Hagyományok Házának, valamint elkötelezett néptáncosoknak, zenészeknek és támogatóknak köszönhetően idén is nagyon gazdag programmal és egy újonnan felépített folkpajtával várja az érdeklődőket a gombaszögi nyári táborban. Ez gombaszögről sokáig hiányzott, nagy mínusz volt ez, én igen, zavart ez már Krasznahorkaváraján is, de itt végre Konkoly Laciékkal, a Hagyományok Házával, először baráti alapon, aztán már intézményi szintű együttműködésként el tudtuk indítani a Folkszöglet nevezetű projektet, aminek ez egyfajta kivirágzása, hogy most itt ez a fantasztikus 11x20 méteres áthelyezéssel ide került pajta megvalósulhatott. Nagy álmokból, professzionális hozzáállással ez a tánccsűr épült fel, aminek alapját két kiszolgált szádalmási épület, mégpedig egy malom és egy pajta fa anyaga adta. Az, ami már azt hittük, hogy elpusztul, hogy vége van, ahogy abból a pajtából már nem lesz semmi, abból a malomból már nem lehet semmi, sikerült valami új minőséget létrehozni, és minden elemét felhasználni. Megpróbáljuk összehordani ide azt, ami érték a felvidéknek a legkülönfélébb szegletéből, vagy akár Erdélyből, vagy a Kárpát-medence más sarkaiból, és létrehozni mindezekből az adott esetben halálra ítélt értékekből valami olyat, ami egy új minőség, és ami élővé teszi a hagyományt. Politikusok, néprajzosok, fiatal táborozók egyaránt örültek a míves épületnek, ami igazi otthona lett pár nap alatt a népi kultúra szerelmeseinek. A Folkszöglet első ízben 2017-ben került megrendezésre egy négy estéből álló népzenei koncert és táncház sorozat formájában, persze sokkal kezdetlegesebb körülmények között, mégis akkora sikert aratott, hogy ezen felbuzdulva 2018-ban már a Hagyományok Háza hálózat Szlovákia vállalta fel a program szervezését és lebonyolítását a tábor egész időtartama alatt. 2017-ben indult el a Hagyományok Háza hálózatosítása a Kárpát-medencében, és 2017. januárjában indult el a Hagyományok, alapítottuk meg a Hagyományok Háza szlovákiai kirendeltségét Füleken. Én azt gondolom, hogy a két év, több mint két év az egy sikertörténet. Ez most itt egy látványos sikertörténete a hálózat tevékenységének. De azt gondolom, hogy azok az oktatási projektek, gyűjteményezések, azok a szervezési és egyéb háttérmunkák, amit az elmúlt két évben elvégeztünk a pedagógus képzésbe, és a többi évente 24 projektünk, amik nem látványosak, ez ennek a, úgy mondhatnám, hogy látványos része. Tehát minden, én a két évet mondanám a sikertörténetnek, ez pedig lehet a kicsúcsosodása ennek. Gombaszögi Fesztivál folyamán 13 népzenei és világzenei koncert, délutáni tánctanítások, esti táncházak, fotókiállítás, kézműveskedés töltötte meg élettel a Folkszögletet. Nyilván Magyarországon ez a munka könnyebben és sokkal hamarabb elindult. A hálózatosodást hivatalosan a Hagyományok Háza 2016 után kezdhette meg, 2016 végén, amikor a magyar kormány kiemelt nemzeti intézményi nyilvánította a Hagyományok Házát, és forrásokat bocsájtott a rendelkezésére, hogy a Kárpát-medencében a hálózatosodást megkezdje. És hát nyilván nem tehettük meg azt, hogy csak egyik helyen indulunk el, mondjuk Erdélyben, hanem egyszerre indultunk el minden elszakított területen, és így itt egy kis csapat Felvidéken a Farkas József vezetésével ugyanezt a munkát elkezdte. Ennek az eredményei számosak, de amit most látunk, az egy örömteli és kézzelfogható eredmény, a Folkszögletnek a megnyitása, hiszen itt a felvidéki magyarságnak a legnagyobb szabad egyetemén, Gombaszögön tudtuk ezt létrehozni. Természetesen nem csak a Hagyományok Háza hálózat, hanem sok más segítő által. Ma délután és este is gazdag program várja a folkpajtába látogatókat.
8-tól a Varjós, 10-től pedig a Kamoró Budapest Bandad koncertet.